Sziasztok srácok, ebben a videóban a FIFA 24-ről, azaz az EA Sports FC 24-ről lesz szó. Az EA Sportsnak lejárt a szerződése a FIFA-val, ezért a széria utolsó része ebben az évben, szeptemberben jelenhetett meg. Az EA Sports ősszel megjelölő játékáról sok találgatás jelent meg, de összegyűjtöttem párat, ami talán még igaz is lehet. Ha tetszik, amit csinálok, dobjatok egy nagy lájkot erre a videóra, és mindenképpen iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a legújabb tartalmakról. Amit lehet biztosra tudni az az, hogy 2023. júliusában fog megjelenni az új játék, de az is lehet, hogy ez csak azt jelenti, hogy ekkor fogunk megtudni pár dolgot a játékról. Minden esetre az EA weboldala szerint egy új korszak kezdete lesz. Ez a korszak annyira új lehet, hogy nem is tudom elképzelni igazán, hogy mit is várhatunk. Ami egyébként várható volt, a FIFA elnöke is megszólalt ebben az ügyben. Gianni Infantino úgy nyilatkozott: biztosíthatom önöket, hogy az egyetlen élethű játék, ami a FIFA nevet viseli, lesz a legjobb. Szóval simán lehet az, hogy a háttérben már komoly fejlesztések mennek, és akár ez jót is tehet a játékpiacnak. Ki lehet az a titokzatos játékgyártó cég, amelyik megveheti akár a jogokat? Én úgy gondolom, hogy a válasz a 2K. Nyilván ez is találgatás, hiszen a 2K tartózkodik ettől, de ha mégis összejön, akár egy jó sztori is kerekedhet ebből a történetből, ha már a sztori módra gondolunk. Visszatérve az EA Sports FC-re, ha hihetünk az EA-nek, akkor nagyjából minden ugyanúgy marad, nyilván nem FIFA Ultimate Team lesz, hanem EA Ultimate Team, tehát megmarad ez is, illetve a karriermód is. Jelenleg azért van egy-két nagy név az EA mellett, hiszen a topligák majdnem teljes mértékben licenszer termékként vannak jelen a játékban, és ez nagyjából így is fog maradni, tehát nem kell aggódnod, ha a Real Madridnak szurkolsz, az EA Sports FC-ben is benne lesz. A leírásban mindenféle mézes mázas szöveget kapunk, tudjátok, a szokásos hablagy, hogy ilyen jó lesz, meg annyira szuper lesz, meg idén teljesen más lesz minden, na de várjuk ki a végét. Tovább böngészve kiderül az is, hogy 2023 nyarán tényleg megtudhatjuk, hogy hogyan is fog alakulni a virtuális foci sorsa. Ha nekem kellene megtippelni, akkor az EA Sports FC teljesen ingyenes is lehet, az üzleti modellje pedig nagyban hasonlíthat majd a Fortnite-ra. Szóval ha akarunk tényleg valami jó csapatot kihozni, akkor fizetnünk kell, meg kell vegyünk egy-két dolgot, de hát ez most sincsen másképp, hiszen az Ultimate Teamben ugyanez a helyzet. Az új játék talán egy ütőkártya lehet, a sokak által annyira kért online karriermód végre megvalósulhat. Úgy gondolom, hogy ehhez már 2022-ben, 2023-ban már nem kell olyan nagy erőfeszítés, viszont egy nagyon-nagyon ütős lehet, és talán ez lehet az egyik húzómotor az EA Sports FC-ben. Ha játszottatok az NBA 2K-vel, akkor ismerős lehet nektek ez a hely, a MyCourt. Ha hihetünk a híreknek, akkor egy ehhez hasonló világ is elérhető lehet majd számunkra, bár inkább én úgy tudom elképzelni, hogy a Volta móddal lesz egy lapon említve, és valószínű, hogy az új EA Sports FC-ben is elérhető lesz. További hír az, hogy a PlayStation tulajok örülhetnek, mert exkluzív partnerséget kötött a Sony és az EA. Viszont ez nem azt jelenti, hogy más platformon nem fog megjelenni a játék. Én úgy gondolom, hogy ez azt fogja jelenteni, mondjuk, hogy a PSS-ek kapnak egy új logót, egy mezt, vagy akár egy-két nappal hamarabb játszhatnak a játékkal, de erre kevesebb az esély. A női focit is meg kell említeni, hiszen az is elérhető lesz az új játékban. Ha azt veszük, az EA Sports több részen is szeretne terjeszkedni, a találgatásokban az áll, hogy a női karrier mód is elérhető lesz majd az új játékban. Egyébként a szép evolúció, hiszen a legeslegelső FIFA-ban, ahol megjelent a női foci, ott csak pár válogatottal lehetett játszani, ma már azért már klubcsapatokkal is tudunk játszani. Nyilván, amiket az előbb elmondtam, nagy részük csak találgatás, nagyon kíváncsi vagyok arra, srácok, hogy nektek mi a véleményetek az új helyzetről, mit vártok ettől az új játéktól, akár lesz vetétársa? Ugyanekkor a pénzélyes gépezet lesz, vagy tényleg hihetünk a reformoknak? Írjátok le kommentbe a véleményeteket, legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!